Kerekasztal beszélgetésekkel, inspiráló életutak bemutatásával, valamint önismereti tréningekkel rendeztek pályaorientációs napot középiskolásoknak és felső tagozatos általános iskolásoknak a Székesfehérvári Civil Központban. A Nemzeti Ifjúsági Tanács közéleti mentor programjának, merre tovább címet viselő szakmai napja, a fiatalok számára hivatott útmutatást nyújtani a sikeres pályaválasztás tekintetében. Hívtunk szakembereket különböző területekről, és akkor ők mesélnek így a szakmájukról, illetve arról, hogy mivel jár ez a terület, és akkor így segítenek egy kicsit a diákoknak, hogy belelássanak abba, hogy milyen lehetőségeik vannak. Mészáros Attila alpolgármester kiemelt jelentőségűnek tulajdonította a programot a pályaválasztás előtt álló fiatalok szempontjából. Évekkel ezelőtt már az önkormányzat a szakképzési centrummal közösen elindította egy szoftver alapú pályaorientációs programot. Minden intézményben kiképeztük a kollégákat a tekintetben, hogy ezt tudják használni, és nagyon sokan is élnek ezzel a lehetőséggel, hiszen a különböző saját kompetenciájuk, skillzeik alapján meghatározó, hogy melyek azok a pályák, amelyek iránt fogékony és aktív lehet. Én bízom benne, hogy ez a mai nap is hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok felelős és jó döntést hozzanak. A motivációs kerekasztal beszélgetésen Lengyel Zsófia parasportoló, Mohai Gergely a miniszterelnökség fiatalokért felelős főosztályának vezetője, Lőrinc Tamás a Ciszterci Szent István gimnázium tanára, valamint Deák Róberta a Connect the Dots oktatási központ igazgatója is részt vett. Nagyon fontos az, hogy az ember tudja, milyen képességei vannak, hogy milyen erősségei vannak, esetleg milyen gyengeségei vannak. Fontos az is, hogy ismerje magát, hogy milyen helyzetben hogyan reagál, hogy tudja azt, hogy mi az, ami neki való, milyen munkahely való neki, mi az, ami esetleg stresszt okoz neki, mi az, ami már hobbi szinten megy, és nyilván az, ami hobbi szinten megy, azt az ember örömmel is csinálja. Tehát érdemes belevágni, mert sikeres is lesz benne. A délutánban nyúló előadások tehát jó támpontot adhatnak a fiatalok számára a mi leszek, ha nagy leszek kérdés megválaszolásában és gyakorlati megvalósításában egyaránt.